Szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket Romocs Házaközség önkormányzata nevében. Külön köszöntöm Lipők Sándor urat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselőjét. Köszöntöm Szabados József urat, a Középnyírségért és a Rétközért közhasznú egyesület elnökét. Köszöntöm a történelmi egyházak részéről Hasulyó János kanonok urat, Szkiba Tibor parókus urat és dr. Gál Sándor esperes urat. Romocs Házaközség önkormányzata képviseletében Simon József polgármester urat. Az engedélyező hatóság részéről Tomkó Zoltán főtanácsos urat, aki utom van. A kivitelező Nyírflop Holding Kft. Részéről Nyesti Csaba tulajdonos és Makai Csaba projektvezető. Köszöntöm valamennyi környező település polgármestereit és minden kedves vendéget az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER pályázatból megvalósult, meglévő ravatalozó épületének bővítése projekt átadási rendezvényén. A rendezvényünk kezdetén kérem, énekeljük el a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó ébresztőként hallgassanak meg egy verset. Emil Iszak, ha meghalok. Ne bánt, fiam, ha meghalok. Értem, sírnod sem kell. Hisz én vagyok te, s te vagy én. Nem hagylak soha el. Világra hangom szólítok. Léted létembe fog. Könnyen keresztelt, s búm nyomát hordozza homlokod. Ne emlékezz rám búsan, hű társam hitvesen. Már megadatott nékem, emlékben fénylenem. Ne emlékezz rám búsan, testvér, rokon, barát. Add meg a könnyet, élj és szeress tovább. Addig vagyok, míg élek szívetekben, bennetek. Ember voltam mindig, ezért szeresem. Felkérem Simon József polgármestert, köszöntse a megjelent vendégeket. Nézd a temetőt, és megtudod, hogy milyen embernek lakják a falut. Tisztelt képviselő úr, elnök úr, nagy tisztelté urak, tisztelt polgármester kollégák és önkormányzati képviselők, megvolt vendégeink, kedves érdeklődők. Nem véletlenül választottam ezt a régi mondást köszöntő bevezetőjének, hiszen minden falu életében van a legfontosabb helyszín a temető. A temető, melyben valamelyiknek vannak szerettei és fájó emlékeik. Mikor a családunkból elvesztünk valakit, a
fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy méltó búcsút vehessünk tőle. Az utolsó hely, ahol még láthatjuk, a ravatolódóink. Ezért mindannyiunk számára kötelesség az, hogy ez a helyszín is méltó legyen arra, hogy végső búcsút vehessünk szeretteinktől. Az első ravatalozót a Ramocsa házán 1981-ben kezdtük építeni társadalmi munkában. Nagyon sok ember munkája volt benne. Ez az épület 31 év elkeltével arra hivatott, hogy át kell építeni. Most sikerült újjávarásolni. Az építkezésbe 2011. decemberében kezdtünk el. 2009-ben volt lehetőség arra, hogy az Új Magyarország vidékfejlesztési program LEADER keretében a helyi akciócsoport által kiírt pályázaton indulhassunk, és elnyerhessünk több mint 10 millió forintot. Ez az összeg azonban kevésnek bizonyult a teljes rekonstrukció elvégzéséhez. Önkormányzatunk ezért több mint 16 millió forint önerőt tett a beruházás megvalósításához, mely a település hosszú távú fejlesztési programjában kiemelt szerepet kapott. Így ez a projekt a legnagyobb százalékú önerő megteremtését követelte meg önkormányzatunktól, mióta én itt a Ramocsaházán polgármester. Bizonyára látják, hogy egy új, kibővített teraszon beszélek, ami nem véletlen. A tervezés során a Nyírgen terv ügyvezetőjével, Szabó Gábor tervezővel, Poncsira Lászlóval, valamint a képviselő testületünkkel mindenképpen arról törekedtünk, hogy a gyászoló egybegyűltek számára a lehető legalkalmasabb legyen. Most már az új ravatalozó egyenlő eséllyel érhető el az idősek, mozgássérültek számára, hiszen ezzel a beruházással az akadálymentesítésre is sor került. Nézd meg a temetőt, és megtudod, milyen emberek lakják a falut. Úgy gondolom, hogy aki Ramocsaházára érkezik, és csak a temetőben látogat ki, és ha látja a rendben lakott ápolt sírokat, valamint rápillant a felújított ravatalozóra, azt gondolhatja, amit mi valamennyien tudunk, hogy itt Ramocsaházán szorgalmas, és az itt nyugvó szeretteiknek mindent megadni kívánó emberek lakott. Minden településhez hozzátartozik a temető. Az életút végén, az elmúláskor, a test végső nyughelye. Nyughely, ez a szép szó jelenti, hogy itt lelünk végső nyugalomra. A temető, mely kapcsolat az élő és halottak között. Amíg gondozzuk elhunyt szeretteink sírját, addig emlékezünk rájuk. Köztünk van. Egy közösség lelki erejét, gyökereinek mélységét jelzi, hogy mennyire ápolt és gondozott egy temető. Kívánom, hogy ez a hely méltó utolsó végállomása legyen földéletünk. Végezetül megköszönöm a projekt végrehajtásában résztvevőknek, a tervező Nyírgenter Kft.-nek, a kivitelező Nyírfob Holding Kft.-nek, alvállalkozóinak azt a kiváló, magas színvonalú munkát, amit végeztek, az utómunkálatokban résztvevő közmunkásainknak, csapattársaimnak, akik segítettek abban, hogy ma itt ilyen körülmények között ünnepelhessünk. Hiszen ha elmondom, hogy itt tegnap előtt még tele volt építési törmelékkel, tele volt hulladékkal, és mára a dolgozóim a jelenlegi helyzetet varázsolták ide. Köszönöm nekik, és köszönöm azoknak, akik segítettek abban, hogy ez a mai nap létrejön. És aki bármi módon segítettenek a beruházásnak a megvalósítását. Köszönöm szépen. Most pedig felkérem Lipik Sándor urat, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei 5-ös számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét, hogy adja át az épületet a település lakosságának. Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg múltját, nézd meg temetőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ramocsaházaiak, tisztelt Esperes úr, Kanomok úr, Barókus úr.
tisztelt polgármester kollégák! Köszöntőmet Széchenyi István szavaival kezdtem, nem véletlenül választottam ezt az idézetet. Talán sokan egyetértenek velem abban, hogy a település életében az egyik legfontosabb helyszín a temető. Ezért mindannyiunk számára kötelesség az, hogy ez a helyszín a ravatalozó méltó legyen arra, hogy végső búcsút vehessünk szeretteinktől. Kedves ramocsaházaiak! A legnagyobb magyar gondolatát osztva élt, a falu megújítás és vidékfejlesztési pályázat lehetőségével, ennek köszönhetően, hogy itt ma esztétikus, modern ravatalozó áll. A sírkert tisztasága, szépsége, rendezettsége híven tükrözi az itt élők lelkületét. S aki ide, ramocsaházára, a temetőbe látogat, az láthatja, hogy itt az elődöket tisztelő, emléküket megbecsülő emberek élnek. Gratulálok a közösségnek, a településnek, az önkormányzatnak a sikeres munkához. Felkérem Szabados József urat a Középnyírségért és a Rétközért Közhasznú Egyesület elnökét, ismertesse a helyi líder csoport programját. Polgármester úr, képviselő úr, polgármester asszonyok és urak, kedves barátaim! Az Egyesület elnöksége nevében tisztelettel köszöntök mindenkit. Az Egyesület 1998-ban 33 település összefogásával jött létre. 70 ezer ember él az Egyesület kötelékében, és 107 tagja van az Egyesület. A Vidékfejlesztési Egyesület tevékenysége és pályáztatási eljárása abban különbözik minden mástól, hogy mi találjuk ki, mit szeretnénk, a közösség találja ki, hogy mire fordítja a forrásait, és ezt a forrást mi osztjuk szét, mi ellenőrizzük, és a pályáztatást lebonyolítjuk. Szeretném itt elmondani ünnepélyes keretek között is, hogy a legnagyobb erényünk a közös munka, a megbecsülés és az egyetértés volt. Az Egyesület több mint 200 pályázatot bírált el napjainkig, és több mint 2,4 milliárd forintot költöttünk vidékfejlesztésre. A vidékfejlesztésben előnyt élveztek a falufejlesztések, amelynek során ez a ravatalozó is megszépült. Előnyt élvezték a vidéki örökségek megőrzése, templomok, újútak meg segítségünkkel, mikrovállalkozásokat támogattunk, turisztikai pályázatokat támogattunk. A legfőbb erényünk, amint elmondtam, az egyetértés, a közös döntés, és hát gyakorlatilag elmondhatom, hogy a reklamáció nélküli munka. Köszönet a kormánynak, hogy segíti a munkánkat, arra kérjük képviselőt, ha teheti, járjon abban közre, hogy ez a munka folytatódhasson. Ki szeretnénk a vidékfejlesztést tovább vinni, hanem az utánunk körül természetesen. Elmondtam képviselő úrnak, hogy most már nem emlékeztem, de Jóska segített a polgármester abban, hogy ez a ravatalozó, amikor épült, én a nagyközségi közös tanács elnöke voltam, és akkor az már 31 év. És ez a ravatalozó társadalmi munkában épült, itt ülnek talán közeli barátaim is, akik itt voltak ezen a munkán, és hát a nagy pénztelenség, a szegénységben is összetudtunk fogni. Most, amikor egy kicsi pénzzel tudtunk támogatni ezt a munkát, nagy szívességet tettünk a falunak, azt gondolom, és hát azt mondták az előttem szólók, hogy a temetőre büszkének kell lennünk, egy picikét megfordítanám. Büszkének kell lennünk a templomunkra, hiszen ott keresztelnek meg bennünket. Büszkének kell lennünk az iskolára, ahol tanítanak bennünket. És nyilván erre a helyre is, ahol végső búcsút veszünk halottaikról. Kedves barátaim, örülök, hogy segíthettünk, továbbra is ezt teszünk. Gratulálok!
Köszönjük szépen, és most megkérem a Történelmi Egyházak jelenlévő képviselőit az épület megáldására és megszentelésére. A mi segítségünk most is az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves jelenlevők, a létezés, az élet és az elmúlás, az élet és a halál találkozási helyén, emlékhelyén állunk. Evangéliumot hallgassunk a János írása szerinti evangélium 11. részéből, amely egy élet-halál küzdelem pillanatait örökíti meg. Márta ekkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred, Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Mária így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Kedves megjelentek, mindez idáig a dolog természetéből fakadóan arról hallottunk, hogy meg kell állni az életben azon a ponton, amikor Isten megállt parancsol. Bölcs gondolatot hallottunk arról, hogy az ide vezető út sem közömbös, valóban fontos, hogyan töltjük földi életünket, napjainkat és éveinket. Engedtessék meg, hogy a kereszténység, keresztény egyházak nevében mi tovább bontsuk a falat, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben ezen a szépen megújított helyen, és ahogy máskor is tesszük, minden felebarátunk elbúcsúztatása alkalmával, ne csak hátrafelé nézzünk, a falu felé, az élet felé, a megállás pillanataira, a keserves órákra, hanem engedjük, hogy az örökkévaló Isten, aki uralja a teremtettséget, aki arra méltat, hogy a nagy mindenségben, egy parányi helyen egy kis dolgot vagy egy nagy dolgot cselekedjünk, hadd irányítsa az e helyről tovább menők lehetőségeire, az örökké valóságra és mindannyiunk lehetőségére a figyelmet, hiszen úgy kell itt megállnunk majd egymás ravatala mellett, minden bizonnyal, tisztességben megfutva a földi pályát, mint akiknek nem csak erre az életre van reménységük, hanem az eljövendőre bizonyosságuk Krisztusban. Hadd legyen ez a ünnepi óra, ezen a különleges helyen ezzel megkoronázva, nem az egyházak koronája, hanem az Istentől való korona. Mindig úgy jöjjünk ide, egymástól elbúcsúzni azzal a reménységgel, bizonyossággal, hogy ez is csak egy állomás, egy méltóképpen szépen kialakított állomás, de nekünk reménységünk van Krisztus által az örök életre. Így fogadják el azt a nagy munkát, igyekezetet, amit az önkormányzat és minden részvevő ebben a ravatalozó felújításban tanúsított. Most pedig imádkozzunk. Örökkévaló Atyánk, valóban azt kérjük tőled, szenteld meg ezt a helyet, ami itteni megállásunkat a jövőben, amikor szomorú szívvel, megriadt lélekkel, könnyes szemmel, remegő lábakkal jövünk ide végtisztességet tenni, elmenő Atyánk fiai élete mellett. Kérünk téged, hogy adj bölcsességet úgy számlálni napjainkat a földön, hogy megbízatásunkat családban, közösségben, faluban, a nemzetben igazi keresztény tartással, tiszta szívvel és tiszta értelemmel tegyük. Köszönjük azok munkáját, akik ezt a szép előrejutást előidézték, áld meg őket gazdagon, és add vissza elveszített erejük sokszorosát. Amen. Ünnepi megemlékezésünket Szent János evangéliumának részletéből szeretném folytatni.
Az időben kéré Pilátus az arimateai József, azért mivel tanítványa való Jézusnak, de titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy Jézus testét levehesse, és megengedi Pilátus, eljöve tehát és levevi Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, ki Jézushoz először éjjel jött vala, mirha is álloé vegyítéket hozván, mint egy 100 fontot. Levék tehát Jézus testét, és azt lepedőbe takarták fűszerekkel, amint szokás a zsidóknál temetni. Vala pedig azon helyen, hol ő felfeszítetett egy kert, és a kertbe egy új sír volt, melyben még senki sem tétetett vala. Azért a zsidók készületnapja miatt, mivel a sír közel vala, oda tevék Jézus. Az embernek mindig kell hely, ahol gondoskodik elhunyt szeretteiről. És ahogy hallottuk a köszöntőben, ezek a helyek sokszor megmutatják az emberségünket, sokszor megmutatják a gondoskodásunkat, a szeretetünket elhunyt szeretteink iránt. És ez a rovatról is egy ilyen állomás, egy köztes hely, amiről már hallottunk. Most könyörögjünk az Úrhoz. Isten, ki a mindenség alkotója, az emberi nem megváltója, minden látható és láthatatlan légy, legbölcsebb kormányzója vagy, az alázat hangján, és tiszta szívvel kérünk téged, tisztítsd meg, áld meg, és szenteld meg el ravatolozót, melyben szolgáid és szolgáid nyugodni fognak. Akiket pedig a te véghetetlen irgalmat teljes bűnbocsánata méltatott, azoknak a temetőben elhelyezendő és az első arkangyalod harsonáját váró testét az örök élet vigasságával megajándékozni kegyeskedtél a te egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalma által, kivel és a te legszentebb lelkeddel együtt áldott vagy mindörökkön örökké. Amen. Folytatva a szentírási gondolatot, Márti evangéliumából hallgassuk meg a 11. fejezetben 25-től a 30. vers részeket. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: magasztallak téged, Atyám, kék és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya. Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, terhek alatt környedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra ikámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Az én ikám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Imádkozzunk. Testvéreim, az áldás az nem varázslat, az áldás nem e világ törvénye szerint működik, és ezért nem üzembiztos. Az áldás kérés dramatizált kérő ima. Az áldás eredménye attól függ, hogy jót kérek-e, és a jót jól kérem-e. Ezért most kezdjünk csendesen összeszeretten imádkozni. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, hittel valljuk, hogy Te vagy a mindennek a kezdete és a forrása. A Te igéd szentel meg mindent. Te szent neved segítségül hívásával, és a Te dicsőségedre áldjuk meg ezt a felújított ravatolozó épületet, amely elkészült. Mindenható Istenünk, hallgass meg alázatos könyörgésünket, és áraszt
bőséges áldásodat. Erre a felújított, ravatozoló épületre, amely elkészült. Add, hogy akik ezt szent akaratod szerint neked hálát adva használják, szent neved segítségül hívására nyerjenek tőle testi-lelki erőt és üdvösséget. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, aki emberré lettél, hogy tanításoddal és példáddal megmutasd nekünk az igazság és a helyes élet útját. Áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal építették és szépítették ezt a felújított, ravatalozó épületet. Add, hogy sohasem halljon ki a szívükből az önzetlen felebaráti szeretet és az áldozatkészség. Ne felejkezzél el jóságukról, és egykor kapják meg jutalmukat nálad az örök boldogság vonában, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Köszönjük szépen, és ezen ünnepélyes pillanatokat megragadva kérem, hallgassuk meg a szózatot. Vörös Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiállt. Egy ezredévi szenvedés kér, éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönny ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hantjában ezt akar. A nagyvilágon e kívül
nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. És most felkérem Lipők Sándor urat, Szabados József urat és Simon József polgármester urat, hogy vágják át az átadás jelképező szallagot. Illetve visszajönnek a hívületben, amely fogja igazán jól.